Szevasztok, kedves nézőink! Egy újabb videóba érkeztünk el, és itt van Jani Bá is mellettem. Hello! Na, szóval, Jani Bá, mondja, mi a harci helyzet? Mi a sém a Jani Bá-ba? Hát nagyon sér a helyzet. Szóval, megyünk előre, vásárolni. A boltba. Egy kis bolt. Meg is kólát, vagy mit akarsz venni? Kólát is hozzá. Na, és azok készen. Ilyen kis pánkeverésre gondoltam, tudjátok, srácok. Jani Bá meg azt nagyon szereti. Igen. Úgyhogy... Nem fogunk unatkozni. Igaz, Jani Bá? Jani Bá, te a háború gyermeke vagy? Persze. Ennyi. Katona is volt egy évig. Hivatásos vagy sorállományos? Hivatásos. Ez kemény. Szóval Jani Bá képes kiképezni az embereket. Így van, Jani Bá? Igen. A sorállományban vagyok bent. Eddig azt mondtad, hogy hivatásosban vagy. Ja, hogy most már sorállományban. De úgy különben meg sorállományos. Ja, hogy hivatásos voltál és sorállományos lettél. Igen. Szóval, hogy csak háború van, akkor hívnak téged vissza. Nyugodtan. Értem. Akkor megmondom, te fogsz vezetni ilyen kiképzéseket. Így van, Jani Bá? Ja. Az jó. Azért nem kapnak el a rendőrök. Ennyi. Ha utána nem néz, papírom, puh, kész. Lát. Szóval. Akkor nem sokára ott vagyunk a bótnál. Jelenleg a zebra felé tartunk. Így látok, a zebra az csíkos. Fekete és hófehér, a két szín mégis összefér. Így volt abban a filmben, amiben a zebra versenyezik a többi lóval. Ja? Ne a kumbát hozzuk fel, mert csak fél is csíkos. De mégis megküzd ragadúrral. Mekkora sztori már. Tehát a kumba, aki fél is csíkos zebra, megküzd ragadúrral. A párduca, aki vak. Ja. De a legjobb a szaglása, és látja az ilyen árnyékokat, a kivitelezést, minden, hogy melyik állat, hogy is néz ki, külülakra, meg ilyenek. Ott van az a külülak, Jani Bá. Ugye állok. Szóval... Jani Bá, szereted a zebrákat? Jani Bá, szereted a zebrákat? Pont egy zebrán megyünk át. Jani Bá szereti a zebrákat, és a zöldünk még mindjárt piros lesz. Szóval, eddig még zöld volt. Hirtelen piros lett, mi a zöldbe indultunk el. Szóval, hirtelen váltott a lámpa. Ez gonoszság, mert az autóknak több idejük van áthaladni az úton, mint az embereknek. Szóval szerintem ez gonoszság, hogy nekünk kevesebb időnk van áthaladni egy úton, mint egy autónak. Igaz, Jani Bá? Igen. Szóval... Ez a véleményem erről az egészről. Neked is? Mit? Neked is ez a véleményed? Micsoda? Hogy gonoszság, hogy az autók tovább haladhatnak át az úton, mint a gyalogos. És mi van, hogyha egy öreg néni akkor átmenne az úton? De várjál! De mi van, hogyha egy öreg néni akkor átmenne az úton, aki alig tud járni, mankós, érted, mankós? Amikor nem mankós, akkor botos, amikor keretes. Vagy keretes, vagy tök mindegy. Akkor hogyan? És alig tud menni. És ilyen másodpercek vannak, ilyen fél másodperc, meg ilyenek vannak, hogy 30 másodperc. Egy perc sincs, aztán ők nem érnek át. Ezt megbüntetik őket, mert hogy nem érnek át. Hát mi ez? Az autók meg menjenek ilyen 4 percig, meg minden 5 percig, aztán várják az emberek, hogy ők áthaladnak, miközben mi meg.
kapunk esetleg 40 másodpercet. Há, mi az? Szerintem ez gonoszság, igaz, Janiból? Szóval megérkeztünk a célhoz. A vásárlás folyamatát most nem fogjuk rögzíteni. De most ilyesünk, mert mindjárt zár. Szóval mindjárt zár a bolt, de mi be fogunk érni. Köszönjük a figyelmet. Fixáljátok a további részeiket is, mert érkezünk új videókkal, igaz, Janiból? Igen. Sziasztok, jó szórakozást! Iratkozzatok föl. Így van? Iratkozzanak föl? Ja. Iratkozzatok föl. Még Janiból is megnézünk. Köszönjük a figyelmet. Hello.